Kedves testvérek, tegnap a nagybőjt harmadik vasárnapja volt. Az olvasmányban a Tíz Parancsolatot halljuk, majd a Szent Leckében, Szent Pálapostól, Isten bölcsességéről beszél, ami nagyobb, mint az emberek bölcsessége. Sőt, azt mondja, Isten oktalansága és gyengesége is nagyobb az emberek bölcsességénél és erejénél. Természetesen azt tudjuk, hogy Isten hatalmas. De valóban el is hisszük, hogy a bölcsességét a mi javunkra használja. A tíz parancsolatnak a léte egy jó példa erre. Nagyon megrendített az egyik barátom mélyről feltörő sóhaja. Azt mondta, sajnálja, hogy fiatalon megtért, mert olyan jó azoknak, akiket még nem köt a tíz parancsolat, meg az a számtalan törvény, amit az egyház, mint egy hatalmas igát, a hívők nyakábarak hogy aztán az ember saját lelki ismeretétől vádoltan csak a bűneit lássa, és ez a porba húzza. De ez nem így van. Az isteni törvények nem azért adattak meg a számunkra, hogy azok visszatartsanak az önfelett és boldog élettől, hanem pont azok segítenek hozzá minket. Az Isten lenni a legnagyobb öröm és boldogság, ami nem mérhető össze semmilyen földi boldogsággal. A tíz parancsolat az Isten és az ember szeretetről szól. Azok által tudunk könnyen eljutni Istenhez. Szent Ferenc felismeri, hogy a tökéletes boldogsághoz a szenvedésen keresztül vezet az út, de ez a szenvedés nem a parancsok által megszabott korlátokból fakad. Én úgy tudom a legkönnyebben ezt elképzelni, mint egy erdei ösvényt, amit apró díszes kövek szegélyeznek. Ez az ösvény a kitűzött célunkhoz, az Istenhez vezet. A kövek meg a parancsok és az egyházi előírások, amik az úton tartanak, de nem teszik meg helyettünk a távot. És itt tudunk kapcsolódni a vasárnapi evangéliumhoz, ahol Jézus ostolt vonva kiűzi a pénzváltókat, meg az ökör, jó és galambárusokat a templomból. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a zsidók értetlenül állnak és nem tudják hová tenni ezt a dolgot. Hiszen ezek az árusok azért voltak ott, hogy a hívő zsidóknak segítsenek. Az ünnepre távol, távolról érkező zarándokoknak szükségük volt a pénzváltókra, mert a templomi adót csak egy pénznemben, a drakmában lehetett megfizetni. És az állatkereskedők meg az Istennek szentelt áldozati állatokról gondoskodtak. Mondhatnánk, ők csak az Isten által adott törvényeket segítettek betartani. Jézus mégis képzi őket a templomból. Ebből láthatjuk, hogy fontos a törvények betartása, de ha, csak a, de ha csak arra koncentrálunk, akkor levesszük a szemünket az igazi célról. És tudjuk nagyon jól, hogy esendők vagyunk. Ha csak a törvények betartására törekszünk, így itt a nagybőjben a fogadalmainkra. Amikor elbukunk, mi is megkeseredhetünk annyira, mint ez a barátom. Jézus nem azért kergetik ki a templomból az árusokat, mert rossz, amit csinálnak, hanem mert miattuk eltolódott a hangsúly. Lekerül a tekintet az Istenről a földi dolgokra. A templom az Istennel való találkozásnak a helye. Találkozás az ő végtelen és irgalmas szeretetével. És ehhez nem kell semmilyen áldozat, semmilyen önsanyargatás. Az Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni, de mégis szüntelenül ajándékozza nekünk. Jézus ezt akarja visszaállítani. Az evangélium tanítása arra hív minket ezen a vasárnapon, hogy találjunk vissza az Istenhez vizsgáljuk felül a nagyböjti lemondásainkat, és alakítsuk át olyan őket, hogy az Istenhez vezessenek minket. Kérjük a Jó Istent, hogy segítsen nekünk ebben, hogy felkészülten, Isten szeretetével a szívünkben léphessünk be a húsvét nagy titkába, ahol Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.